Ki a kedvenc bibliai szereplőd? Sámson az erős, vagy Salamon a bölcs, vagy inkább Dániel az alázatos? Jézus szavai szerint lennél inkább galamb, vagy kígyó? Mit teszünk akkor, amikor Jézus olyat tanít, ami nekünk nem tetszik? Tarts velünk március 8 és május 24-e között minden hétfő este 6 órától a Speranza Reménység TV-n, hogy együtt fedezzük fel azt, amire Jézus tanít. Szeretettel köszöntöm újra a kedves nézőinket és hallgatóinkat a Ki vagyok én ifjúsági sorozat 9. alkalmán. És köszöntelek benneteket is, kedves fiatalok! Miért aggódik a modern ember? És miért aggódtak Jézus idejében az emberek? Aggodalmaink során bizonytalanságunkat mutatjuk ki Istennel szemben? Ezek mind nagyon jó kérdések, és talán van mindegyikre egy-egy válaszunk, de vajon tudatában vagyunk annak, hogy mit válaszolna erre egy tizenéves vagy huszonéves fiatal? Maradjanak velünk, és hallgassák meg ezeknek a fiataloknak a mondani valóját Jézusnak egy olyan kijelentéséről, amely minden egyes nap érint. Meghívom önöket, hogy hallgassák meg a mai prédikációt, amelyet Szász Károly Zsolt lelkipásztor hirdet, majd a vajdakamarási fiatalok egy részével vételezett kerekasztal beszélgetését, amelyet I.S. János Béla lelkipásztor és jó magam vezetünk le. Hallgassák szeretettel! Sok szeretettel köszöntelek benneteket az ifjúsági sorozat 9. alkalmán, és sok szeretettel köszöntöm I.S. János Béla lelkipásztort is, akivel a mai beszélgetés során Jézus Krisztusnak egy olyan kijelentéséről fogunk elmélkedni, melyről azt gondolhatnánk, hogy vajon miért is mondta ezt Jézus. A mai alkalommal az aggodalom témakörében fogunk egy kicsit elmélyülni, és elsősorban meg fogjuk hallgatni Szász Károly Zsolt lelkipásztor prédikációját, aki ebben a témában prédikál, és meg fogjuk érteni egy kicsit jobban, hogy mit is szeretne mondani Jézus, melyik jelentésről van egész pontosan szó, majd ezután elkezdjük a beszélgetésünket, és megbeszéljük ezt a kijelentést több kérdés keretén belül. Hallgassuk hát meg először Szász Károly Zsolt lelkipásztor prédikációját. Egy idős ember ballag felfelé a hegyoldalon. Fiával ketten áldozni mennek. Az idős ember viszi az áldozathoz szükséges tüzet egy zárt edényben, a kést, a fia pedig a tűzifát. Égő áldozatot készülnek bemutatni Istennek, és ez nagyon fontos. Elkötelezett, istenfélő emberek. Isten parancsolata számukra nem alkutárgya. Amint haladnak felfelé, beszélgetnek, hirtelen a fiatal megszólal, és ezt mondja: apám, tüzet viszünk, fát viszünk magunkkal, íme még kést is. Arra utalt, hogy aznap vér fog folyni, de vajon a kié? És így folytatja: hol van az égő áldozathoz szükséges bárány? Ábrahám ekkor így válaszolt Izsáknak: fiam, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról. Óriási kijelentés ez. Évszázadokra csengő visszhanggal, attól kezdve mindenkinek tudni kellett, hogy Isten gondoskodik. Ezt a leckét generációkon át ismételni kellett volna minden édesapának, hogy a fiak is megtudják, Isten gondoskodik. Ne aggódjanak. Isten gondoskodik. Sajnos ez nem így történt. Ezért évszázadokkal később, amikor Jézus járta a galileai hegyeket, meg kellett ismételnie ezt a nagyon fontos igazságot. Így kezdte: ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Bizony több az élet az eledelnél, és a test az öltözetnél. Olvassuk ezt a Máté evangélium a 6. rész 25. versében. Majd a 31. verstől Jézus
így folytatja Máté evangéliuma 6. rész 31. versétől. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Ne aggodalmaskodjatok, mondja ismételten és határozottan Jézus. De ezzel Jézus nem kis dolgot kér. Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, azaz ne féltsétek a ti életeteket. Nagy kérés volt ez abban az időben is, amikor az emberi élet sokkal kevesebbet ért. Egy olyan országban, ahol a halálbüntetést gyakorolták. Egy olyan országban, ahol a római pogányok uralkodtak. Amúgy nehéz kérés ez ma is, amikor különböző természeti katasztrófák, balesetek és járványok aratják áldozataikat. Ráadásul ott van a keresztény üldözés, ami a legmagasabb a világon minden vallásos üldözésnél. Az Open Doors szervezet szerint 2019. októberre és 2020. szeptember vége között 4760 keresztény gyilkoltak meg a hite miatt. Több mint 4200-at börtönöztek be, és közel 4500 keresztény templomot ért vallási okból támadás. Egy év alatt. Ezek mellett gondoljunk arra, hogy évente 17,5 millió ember hal meg érrendszeri betegségek miatt. 9,5 millió veszíti el életét rákban. 1,24 millió hal meg közúti balesetekben. Hogy lehet úgy élni, hogy ne féltsem az életemet? Talán az öltözet és az eledel kapcsán országunkban a félelmünk nem abban áll, hogy nincs mit felvenni, vagy nincs mit enni. A baj itt abban áll, hogy túllakottak, és túlöltözöttek vagyunk. Igényünk annyira megnőtt, hogy már nem eszünk meg bármilyen egyszerű ételt, nem veszünk fel bármilyen egyszerű ruhát. A ruhának találni kell a cipővel, a cipőnek a kesztyűvel, és a kesztyűnek a kalappal. Nem egyszerű dolog ez? És mit mondjunk egyéb aggodalmakról? Hol fogok dolgozni? Mit fogok dolgozni? Vagy hol fogok lakni? Sikerül-e majd a vizsgám? Kit veszek el? Vagy kihez megyek majd hozzá? És sorolhatnánk tovább az aggodalmakat. Egy anekdóta szerint élt egyszer egy ember, aki aggodásáról volt híres. Mindenért aggodott. Egyszer csak megunta sok aggodást, és úgy döntött, felfogad valakit, aki majd helyette aggodjon. Így hát meghirdette az állást, és komoly összeget ajánlott fel annak, aki elvállalja az aggodó feladatot. Nem kellett sokat várnia, valaki már is elfogadta az ajánlatot. Attól a naptól kezdve, fütyörészve, vidáman járt az utcát, semmi gondja nem volt. Egyik nap találkozik egy régi barátjával, aki, amint látta emberünk jókedvét, megkérdezte, mi történt. Emberünk örömmel újságolta, hogy talált valakit, aki helyette aggódik, és ezért jó fizetést ígért neki. De hát honnan lesz pénzed azt a nagy összeget kifizetni neki? Kérdezte barátja. Hát látod, barátom, ezért a dologért már neki kell aggódnia, válaszolt az emberünk. Elmosolyodunk egy kis anekdótán. Azonban valami hasonlót kell megtapasztalnunk, hogy elfogadjuk Jézus tanácsát. Mi ne aggódjunk, mert más valaki, történetesen Isten az, aki gondoskodik. Jézus két nagy leckére tanít. Az első lecke a prioritások leckéje, ami a helyes fontossági sorrendről szól. Előbb egyik, utána a másik. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek, olvastuk a 33. versben. Ha Isten az első, ha Isten országa az első, ő gondoskodik a többiről,
kirendeli az ételt, a ruhát, a lakást, a munkahelyet, még az áldozati bárányról is gondoskodott. Ezt tette Ábrahám idejében, és ezt tette Jézus által, aki eljött, hogy Isten bárányaként életét adja. Vannak dolgok, amiket ha helyes sorrendben teszünk, akkor megvalósulnak. De ha felcseréljük a sorrendet, akkor bizonyára kudarcot vallunk. Nem lehet a pénzt, a dolgok birtoklását Isten országa elé állítani. Egyszerűen nem így működnek a dolgok. Mert ha nem Isten az első, ha nem keressük Isten országát először, akkor egyáltalán nem keressük azt. Ha más egyéb áll életünk első helyén, akkor az az élet már nem Isten félő élet, hanem bálványimádó élet. Meg kell tartani a helyes sorrendet. És akkor meg lehet tapasztalni a második leckét. És a második lecke a bizalom leckéje. Isten gondoskodik. Aki rábízza életét Istenre, nem fél attól, hogy elveszíti. És ha netán el is veszítené Isten országa miatt, Jézus azt ígéri, hogy visszanyeri örökre. Aki rábízza életét Istenre, tudja, hogy az, aki az égi madarakról gondoskodik, róla is gondoskodni fog. Aki felöltözteti a mezei liliómokat, róla is gondoskodni fog. Mennyei atyát tudja, mondja Jézus, hogy ezek alapvető szükségletek, ezekre szükségetek van, és ki fogja rendelni? Önmagában az aggodalommal semmivel sem segítesz. Egy szimpatikus példa. Ha nem vagy megelégedve a testmagasságoddal, attól, hogy aggódsz, még nem nősz magasabbra. Átaggódhatod egész életedet, attól nem leszel magasabb. Az aggodás nem segít, sőt, ront. Mert nem arra koncentrálsz, amire kell. Pál apostol tovább viszi a gondolatot, és elmondja, hogy az aggodás helyett mit tegyél. Ezt mondja ő, az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. A Filippi beliekhez írt levél 4. rész 5. versétől 7. terjedő versig. Csak az tud megszabadulni az aggodástól, aki imádkozik. Helyes sorrendet állít az értékei között, és rábízza magát Isten gondviselésére. Az ilyen viselkedés nyugalmat hoz a szívedbe, Isten békessége vesz uralmába, és megőrzi gondolataidat Krisztus Jézusban. Így hát az aggodás helyett válaszd az imádságot, és kívánom, hogy ezáltal mennyei békesség, nyugalom költözön a szívedbe. A prédikációból kiderült az, hogy a mai kijelentés az Máté evangéliumának a 6. fejezetében, a 25. versében van, ahol Jézus egy sokaságnak beszél, több embernek beszél, és bátorítja őket, hogy ne aggódjanak afelől, hogy mit fognak enni, hogy mit fognak inni, hogy miben fognak öltözködni, és legelső sorban arra bátorítja őket, hogy ne aggódjanak a saját életük felől. Szász Károly Zsolt lelkipásztor valamilyen szinten megmagyarázza, hogy Jézus miért mondja ezt a sokaságnak, hogy ne aggódjon a saját élete felől. Ad egy pár példát arra is, hogy miért szokott egy ember aggódni, de kíváncsi lennék először is a ti véleményetekre. Mit gondoltok, a mai ember miért aggódik leginkább? Melyek azok a kiváltó okok, amelyek az aggodalomra viszik a modern embert? Szerintem manapság egy ember sok mindenért aggódik, legyen az kisebb vagy nagyobb dolog. A kisebbek közé sorolnám azokat olyan kérdéseket, hogy ma reggel mivel fogok öltözni, illik-e a cipőm a nadrágomhoz, ilyen kisebb kérdések. Az ember az ilyen kisebb kérdésekkel azért foglalkozik, mert egy mai ember számára az ilyen főbb cél az, hogy minél több embernek megfeleljünk. És amikor egy ember ilyen kisebb dolgok miatt nagyon aggódik, akkor elfelejti azt, hogy milyen lenne, ha rosszabb helyzetben lenne.
ha nem tud neki fizetni a villanyszámlát, nem lenne mit enni. És sok ember az ilyen koronavírusos időszak alatt ilyen helyzetbe jutott, csődbe ment a cég, nehezebben lehet munkát találni, nem lehet honnan pénzt szerezni. Sokan azon törték a fejüket, hogyha elkapják ezt a vírust, mi történik családjukkal, nagyszüleikkel. Sok szülő azon gondolkozott, hogyan magyarázza meg gyermekeinek, hogy nem mehet nagyszüleihez, nem mehet kijátszani. Szóval a mai társadalomban nincs hiány az aggodalomból. És sokan ezt a sok aggodalmat használják oknak, hogy Istennel a kapcsolatukat a háttérbe szorítsák. És ennél nagyobb hibát szerintem nem nagyon tudnának elkövetni, mert amikor egy ember közel áll Istenhez, annál kevesebb oka van az aggodalomra. Azt is észrevehettük, hogy ezekben az esetekben az aggodalom nem is igazán segít, tehát nem oldja meg a problémánkat, nem ad egy megoldást, egy választ a kérdésünkre. És ti hogy látjátok, akkor, amikor az ember aggódik, milyen következmény alakul ki az aggodása miatt? A Bibliának most is igaza van, mert az aggodástól a magasságom nemhogy nőtt volna, nem egy araszt, egy millimétert sem. Ezt már kipróbáltam. És véleményem szerint, ha túlságosan aggódunk valami miatt, akkor ez azt jelenti, hogy nem bíztuk rá életünket teljesen az Úr Jézusra. Lehet, hogy ezt imában elmondjuk, viszont a túlságos aggódás az azt bizonyítja, hogy nem gondoljuk komolyan azt, amit kérünk. Tehát ahogy láthatjuk, valamilyen szinten a bizalmatlanságunkat vetíti elő az, hogyha aggódunk valami miatt, mert minthogyha nem bíznánk eléggé Istenben, hogy meg tudja oldani a mi problémánkat. És a következő kérdésem az lenne, hogy ti hogy tapasztaltátok meg az emberek, vagy saját életetekben, általában mi az az első dolog, amit megteszünk ilyen esetben, amikor aggódunk? Az az első dolog, amit megteszünk, hogy imádkozunk Istenhez, amikor valamilyen problémával szembesülünk és aggódunk, és az ő kezébe próbáljuk az aggodalmunkat letenni, vagy megpróbáljuk mi saját magunk megoldani a problémát, és hogyha nem sikerül, akkor imádkozunk Istenhez. Hogy látjátok, hogy szokott ez történni? Általában megpróbáljuk saját magunk megoldani a problémáink, mert túl büszkék vagyunk ahhoz, hogy Isten segítségét kérjük. Először mi a saját erőnket tesszük úgymond próbára, hogy lássuk, hogyha sikerül, és hogyha nem sikerül, akkor fordulunk csak Istenhez. De ez egy óriási hiba, mert ez azt mutatja, hogy nem bízunk eléggé Istenben, nem adjuk át neki teljesen életünket. És ezáltal a hitünk is csökken. Azzal, hogy mi díszelgünk azzal, hogy Isten segítségét nem kérjük a nehéz helyzetekben, azzal mi nem jutunk előrébb. Tudnunk kell, hogy Isten hatalma és nagysága életünk felett nagyobb, mint a mi erőnk. Pál apostol korintusbeliekhez írt első levele, 8. rész 2. vers azt mondja: ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Egy másik ok lehet a túlzott önbizalom. Túlságosan elhiggyük magunkat, hogy mi nagyon tudunk mindent, mindent jobban tudunk Istennél, de igazából az egyetlen, aki mindent tud, az csak is maga Isten. Pál apostol korintusbeliekhez írt első levele, 8. rész 1. vers: a bálvány áldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Tehát sajnos a bűnös emberi természetünk elég sok mindent megrontott, és ezen belül az önbizalom is megjelent a mi életünkben. Viszont a következő kérdésem egy gyakorlati kérdés, és ugyancsak ezzel kapcsolatos, hogy látjátok, hogyan tudnánk gyakorlatiasan beiktatni azt a mi életünkben, hogy aggódás helyett inkább Istenhez imádkozzunk? Megpróbálok válaszolni én erre a kérdésre. Eszembe jut egy nagyon jó, szép magyar közmondás, amely szerint a gyakorlat teszi az embert mesterré. Amikor nem aggódunk, vagyis könnyen meg lehet szokni az aggódást.
Természetünk az hozzátartozik, hogy aggódjunk, de ha saját magunkat neveljük, tanítjuk arra, hogy ilyen körülmények között Istenhez forduljunk, inkább imába elmondjuk azt, amire szükségünk van, esetleg azt, ami bánt, az, amiért aggódunk, ami megkeseríteni az életünket. Hogyha ezt megszokjuk, akkor könnyebb lesz az életünkben az aggódásokra a megoldásokat megtalálni. A szokás nagy hatalom, mi ezt nagyon jól tudjuk. Egyébként az ismétlődő szokások, azokat, amiket mi állandóan végrehajtunk, megismételjük, ezek oda vezetnek végül, hogy akár a jellemünket is átalakítják. Hogyha megszokjuk azt, hogy Istenbe kapaszkodjunk, hogy imádkozzunk, és ne engedjük szabadjára a magunk aggodalmait, nyugtalanságait, akkor oda jutunk, hogy lassan a természetünké válik. Ez a jellemünket fogja alakítani, és végül a jellemünk fogja eldönteni az üdvösségünket is. És hogyha megtanuljuk azt nap mint nap, lépésről lépésre, az iskolába, otthon, bárhol, hogy Istenbe bízzuk, és azonnal valami gond adódott, felkiáltsunk hozzá. Ő biztos fog rajtunk segíteni, nem hagy magunkra, soha senkit el nem hagyott, és biztos vagyok benne, hogy ez jó hatással lesz a saját lelki életünkre. Tehát ilyen szempontból a tanács az az lenne, hogy ha már amúgy is szokásokhoz vagyunk szokva, úgymond akkor alakítsunk ki jó szokásokat, és az imádság az segíthet ebben minket. Nagyjából eddig azt a kérdéskört beszélgettük át, hogy mi történik abban az esetben, hogyha mi aggódunk saját magunkért. De vizsgáljuk meg egy kicsit azt a kérdéskört is, hogy mi történik abban az esetben, ha mások miatt aggódunk. Szerintetek létezik az aggodalomnak ez a pozitív fajtája is, tehát pozitívnak mondható az, hogyha valaki aggódik más miatt, például egy beteg családtag miatt, vagy egy rászoruló miatt. Jobb az, hogyha más valaki miatt aggódunk, vagy annál, hogy saját magunk miatt aggódunk? Hogy látjátok ezt? Ugye emberi természetünkben benne van az, hogyha valamilyen más helyzetbe kerülünk, ami bármilyen módon különbözik a megszokott életünktől, akkor elkezdünk aggódni, és van okunk az aggodalomra. Tudjuk azt, hogy azáltal, hogy aggódunk, nem fog meggyógyulni egy beteg családtagunk, szerettünk, nem lesz nagyobb jegyünk egy vizsgán például, és nem fog megváltozni semmi azáltal, hogy aggódunk. Persze, szerintem az aggodalomnak nincsen semmilyen pozitív fajtája is, mert az aggodalom idegességet, nyugtalanságot okozhat. Ez akár testi és lelki betegséghez is vezethet, ami ugye nem jó az ember számára. De viszont vehetjük úgy, hogy azáltal, hogy aggódunk egy vizsgáért például, és át stresszeljük magunkat egy barátunkkal, hogy egy vizsgán, akkor az lehet egy jó dolog is. Tehát ilyen szempontból az aggodalom lehet jó is, de hogyha túlzott, akkor lehet rossz is. Ugyanabba a helyzetbe kerültünk, hogyha túlságosan aggódunk, akkor az a kárunkra megy, mint hogy segítsen. Igen. Nevezhetjük ezt törődésnek is. Igen, más inkább szóval. Ugye az aggodalom lehet, hogy egy picit feszülté tesz bennünket, de azzal, hogy másnak a bajával, nyomorúságával törődünk, sőt, akár imában is az Úr elé visszük, akkor ez mindig jó hatással lett ránk is, és arra is, akiért mondjuk úgy, hogy aggódunk, de inkább törődünk. Ebben az esetben hogy látjátok? Jó, hogyha elsősorban az Úr elé visszük az aggodalmunkat, vagy ebben az esetben már cselekedhetünk mi saját magunk, és segíthetünk egy más személynek? Természetesen az, hogy más valakiért aggódunk, nem hatalmaz fel bennünket arra, hogy a saját akaratunk szerint cselekedjünk. Miért?
Azt, hogy ezt jobban megértsük, szeretném, hogy megnézzük pontosan, mit is jelent az aggodalom. Az aggodalom az nem más, mint az a félelem, hogy valami nem úgy történik, ahogy természetes, vagy ahogy mi elképzelnénk. Ez a félelem, ez nem, hogy nem segít, hanem meg is akadályoz bennünket. És főleg másokon nem segít ez a félelem. És miért? Mert amikor aggódunk, akkor passzívak vagyunk. Ne tévesszük össze az aggodalmat a törődéssel, ahogy volt említve, vagy a gondoskodással. Szeretném, hogyha megnéznénk most a kettő közötti különbséget. Mi is a gondoskodás? Amikor gondoskodok valakiről, azt jelenti, hogy aktív vagyok. És ez miben merül ki? Például imádkozhatok érette, és a Szentírásban olvassuk is, Jakab apostol levele 5. rész 16. versében, hogy imádkozzatok egymásért. Erre biztat bennünket Isten. És másodszorban az ima mellett cselekvésre is késztet engem a gondoskodás. Vagyis, hogyha egy betegnek az állapota érdekel, akkor legfeljebb felhívom, bátorítom, vagy felkeresem. És most nézzük meg, hogy mi történik, amikor aggodalmaskodok. Amikor aggodok, akkor félek. Egy bizonyos lelki állapotban vagyok, de nem teszek semmit. Passzív vagyok. És olyasmin vesződök, olyasmin rágodok, amely nem tőlem függ. Egy egyszerű példa, például aggodok amiatt, hogy egy személy elér A pontból B pontba. Én nem tettek semmit, mert az Úr akaratán függ az, hogy baleset történik, vagy esetleg rendben megérkezik a személy. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy mindig csak azzal törődjünk, amit mi megtehetünk. Ne akarjunk többet tenni, mint ami meghaladja a képességeinket. Éppen ezért bízzuk magunkat Istenre, tegyük meg a mi saját feladatunkat, azaz gondoskodjunk és imádkozzunk egymásért. Hogyan tudjuk azt elérni az életünkben, hogy ne aggodalmaskodjunk? Ki tudunk alakítani egy olyan gondolkodásmódot szerintetek, amiben nem fér bele az aggodalom? Hát igen, a szüntelen ima a kapcsolat Istennel, és muszáj tudnunk, hogy Isten gondoskodik rólunk. Ha megtanulunk hálásnak lenni, ha észrevesszük azokat a dolgokat, amelyekről Jóisten már gondoskodott. Ezek lehetnek nagyon apró dolgok is, amikor a suliban elővesszük a szendvicset, vagy amikor este lefekszünk. Aki a múltban gondoskodott, ezután is gondoskodni fog. És el kell higgyük, hogy Isten képes kirendelni a mindennapi szükségleteinket, és így nem kell aggódjunk a mindennapi betevőnkért, hogy hol élünk, hogy hol alszunk, és hogy mit teszünk. Mert az Úr azt mondja, és fel szeretném olvasni a Máté a 6. fejezet, 33. versét. Hanem keresétek először az Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ha képesek vagyunk ezt elhinni, és ezzel élni, akkor tudjuk elérni a teljes lelki béket és nyugalmat. Valóban úgy van, hogy Isten bármilyen gondot meg tud oldani az életünkben, és ki tud rendelni mindent. Például Ábrahám történetében is ezt láthatjuk, és a prédikációban is szó kerül Ábrahám történetéről. De szerintetek Ábrahám hogyan sajátíthatott el akkora bizalmat Istenbe, hogy akkor, amikor Isten azt kérte tőle, hogy egyedüli fiát áldozza fel, Ábrahám megtette volna ezt Istenért, megbotránkozhatott volna, nemet mondhatott volna, aggodalmaskodhatott volna, de nem tette ezt. Hogy látjátok, hogyan volt Ábrahámnak ekkora bizalma, hogy alakult ki Ábrahámnak ekkora bizalma Istenben? Hogyha végignézzük Ábrahámnak az életét, akkor azt látjuk, hogy a mindenhatónak a gondviselése kísérte egészen élete végéig, és azt is láthatjuk, hogy amikor Ábrahám az Úr segítsége nélkül akart cselekedni, például amikor a feleségét Sárát, a testvérének nevezte, vagy amikor Hágáron keresztül akartak az ígért gyermekhez jutni, akkor az viszályt szült és problémákat okozott neki. Ugyanakkor az Úr akkor is megsegítette, akkor is vissza tudta hozni az életét a jó útra. És minden lépését, minden tettét az Úrnak az áldása kísérte. Ábrahámnak és Istennek a kapcsolatát én tényleg úgy látom, mint egy atya és egy
gyermeknek a kapcsolata. Ők beszélgettek, volt egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat közöttük. És az, hogy személyes kapcsolatod van az Úrral, azt eredményezi, hogy bízol benne. És ez ugyanígy volt Ábrahámnál is. Amikor az Úr azt kérte tőle, hogy áldozza fel a saját fiát neki, ennél szerintem nagyobb áldozat egy szülőnek nem lehet. És a Bibliában olvashatjuk, hogy az út az áldozati helyig nagyon hosszas volt, több mint 3 napig tartott, és ez alatt az idő alatt biztos, hogy Ábrahám is örlődött magába, szíthatta volna az Urat, kérdezhette volna, hogy miért kell ezt tennie, visszafordulhatott volna, de mégse tette. És ez annak a bizalomnak köszönhető, amit az Úrba vetett. Tudta, hogy bármit tervez az ő életével, bármit kér tőle, azt az ő javára fogja fordítani. Tehát ez alatt, az idő alatt eljutott erre az eredményre. És úgy gondolom, hogy nekünk is ide kell eljutnunk, hogy egy olyan kapcsolatunk legyen az Úrral, ami egy ilyen erős bizalmat fog szülni. Vajon hogy érezhette magát Izsák ezen az úton végig, tudván azt, látván azt, hogy nincsen egy áldozati bárány, és vajon ő nem aggodalmaskodott? Hogy érezhette magát, hogy látjátok? Hát Isten tettei sokszor érthetetlenek előttünk, és nem tudjuk emberi értelemmel felfogni, hogy mit, miért, és hogy éppen így tesz. Én úgy gondolom, hogy Isten nem csak Ábrahámot tette próbára, hanem Izsákot is. Izsák gyakran elment apjával, hogy Istent imádja, az oltárak valamelyik előtt, amelyeket az apja ugye különböző helyeken állított fel, ezért nem lepte meg az apja hívása. 3 napi gyalogás után, amiután a szolgák lemaradtak, Ábrahám és Izsák csendben kapaszkodtak a hegycsúcs fele. Izsák magában azon gondolkodott, hogy a fát ő viszi, az apja a kést meg a tüzet, de milyen állatot áldoznak majd fel? Látta, hogy apja nagyon gondterhelt és szótlan volt, ezért mégis megkérdezte, hol van az égő áldozatra való bárány? Apja kénytelen volt elmondani neki az igazságot, ezért csak annyit mondott, Isten majd gondoskodik. És attól a perctől Izsák tudta, hogy Isten majd gondoskodik, mert gyermekkora óta bízó engedelmességre volt nevelve. Éppen ezért, amikor apja feltárta előtte Isten tervét, ő szívesen engedelmeskedett és megtiszteltetésnek érezte, hogy áldozatul adhatja életét Istennek. Milyen szépen mutatja ez a történet is, hogy milyen jó lehet az, hogyha bízunk Istenben, hogyha nem aggodalmaskodunk és gondoskodunk mi saját magunk. Eddig nagyjából a bizalom kérdéskörét vizsgáltuk meg, viszont Szász Károly Zsolt lelkipásztor a prédikációban 2 leckéről beszél. Az egyik a bizalom leckéje, a másik a prioritások leckéje. És ilyen téren az lenne a kérdésem, hogy ti hogyan értitek az életetekben el azt, hogy Istent tegyétek az első helyre minden egyes szituációban? Egy nagyon komoly téma ez, ami a prioritásokat illeti, vagy a fontossági sorrend. Sajnos nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy felállítsunk egy fontossági sorrendet, csak azért, hogy az emberek valamilyennek lássanak bennünket. Elképzeljük, hogy valamilyennek akarunk lenni, hogy jók akarunk lenni, de ez nem feltétlenül belülről jön, hanem csak azt szeretnénk, hogy így lássanak a körülöttünk levő emberek. És ez egy nagyon veszélyes helyzet, mert ekkor az énünket akarjuk kiemelni. Azért, hogy esetleg jobbak legyünk másoknál. De a prioritási sorrend az automatikusan kellene kialakuljon az életünkben. Ez valaminek a következménye kell legyen. És hogyha megfigyeljük Ábrahám életében, amiről szó is volt, a prioritási sorrend az nem egyik napról a másikra alakult ki. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Ez tapasztalatok sorozata. És a legfontosabb, hogyha ezt átvetítjük a mi életünkre, akkor arra kell gondolnunk, hogy nekünk egy személyes, egy őszinte kapcsolatunk kell legyen Istennel. Hogyha ez nem történik meg, akkor a fontossági sorrendet kényszerből fogjuk felállítani magunknak. De hogyha Jézussal találkozunk, hogyha nap mint nap leborulunk a kereszt lábához, és ez lenne a legfontosabb, amit nap mint nap meg kell tegyünk,
akkor a fontossági sorrendünk az teljesen átalakul. És ez az átalakulás ez természetes lesz, azért, mert belülről fog jönni. És akkor életünk minden területe összekötődik a döntésünkkel, azzal a döntéssel, hogy mi Jézust akarjuk szolgálni, hogy az ő kezét akarjuk fogni. Ti tapasztaltátok már az életetek során Isten gondviselését, annak következtében, hogy Istent tettétek az első helyre az életetekben. Ő volt a prioritási listátokon az első helyen. Milyen érzést töltött el titeket, amennyiben tapasztaltatok ilyent? Az ilyen kis tapasztalatok, amiket nap mint nap szerezhetünk Istennel, sokszor nem veszük észre őket. Például azt, hogy reggel imádkozunk, és Isten egész nap vigyáz ránk. Hajlamosak vagyunk elsiklani felette, vagy hogyha történik velünk valami, és nem lesz semmi bajunk, akkor azt mondhatjuk, hogy szerencsém volt. Nem veszük észre, hogy Isten volt az, aki vigyázott ránk. Egy kicsit távolabbi tapasztalat az volt, amikor 2 éve ballagtunk a liceumból, és azt mondták nekünk, hogy szombaton lesz a ballagás. Voltunk egy jó páran adventisták az évfolyamban, és úgy határoztunk egy páran, hogy szombaton mi nem fogunk részt venni ezen a ballagáson. Elmentünk az igazgatóságra, kértük, hogy áttegyék, de azt mondták, hogy ez a hagyomány, nem tudnak tenni semmit ennek az érdekében. És továbbra is úgy határoztunk, hogy mi ezek között a körülmények között nem fogunk részt venni. És imádkoztunk, biztosan mindannyian otthon, mert egy olyan esemény, amin szerettünk volna részt venni, és nem sokára külső hatások miatt nem tudták megtartani szombaton, és muszáj volt áttegyék péntekre, így pedig mindannyian részt tudtunk venni. Egy másik tapasztalat sorozat az számomra, mi most esküvőt szervezünk a vőlegényemmel, és a pandémia miatt nem tudtunk mindent úgy megtenni, vagy nem tudunk mindent úgy megtenni, ahogy terveztük előzőleg, és volt, hogy elkezdtünk aggódni emiatt, hogy fogunk egybekelni így, és minden alkalommal, amiután imádkoztunk, az lett az eredménye, hogy Isten mutatott nekünk egy utat, amit ő kitervezett számunkra, és mindig ez volt a legjobb megoldás. Örülök, hogy vannak tapasztalataitok ilyen téren. Hogy látjátok, hogy ezek a tapasztalatok megerősítik az Isten iránti bizalmat az életünkben? Igen, hatással van egy ilyen tapasztalat az Isten iránti bizalmunkra, mert ugye, ha egyszer már megtapasztaltuk, hogy ő velünk volt, megsegített minket, akkor tudjuk, hogy ő ezután is megteszi értünk, mert mi az ő népe vagyunk. És nekünk is kell tennünk ezért. Tehát tulajdonképpen minden tapasztalat, amit vele szerzünk, az azt eredményezi, hogy a mi hitünk és bizalmunk iránta megnő, csak imádkoznunk kell és a Szentírást tanulmányozni. A Szentírást tanulmányozva rájöhetünk arra, hogy Isten csoda dolgai és gondviselő keze mindenhol ott vannak, még a mi életünkben is, ha bár nekünk ezek a tapasztalatok apróságnak tűnhetnek néha, de észre kell vegyük, hogy ez mind-mind Isten keze műve. 1 Péter 5. rész 7. vers. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok. Hogyha Isten szerető Isten, ha azt mondjuk róla, hogy szerető Isten, mert úgy látjuk, hogy valóban egy gondviselő Isten, akkor felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy vajon miért ad az Úr az aggodalomra okot? Hogy látjátok, miért van ez? Én erre a kérdésre 2 Biblia szöveggel szeretnék válaszolni. Az első a Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet, 6. verse. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. A második Biblia szöveg pedig már a prédikációban is elhangzott Máté 6. fejezetének 25., 26. és 34. versei. Azért azt mondom néktek,
ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit tegyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eredel és a test, hanem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Én ezekből a szövegekből úgy értem, hogy Isten nem ad okot az aggodalomra, és még ő is kihangsúlyozza, hogy ne aggódjunk, mert ő majd gondoskodik felőlünk. Viszont ő megenged olyan dolgokat az életünkben, ami mi, ha nem is tudjuk elképzelni, hogy ezt miért engedi ő meg nekünk, ő már tudja a megoldást ezekre, és kitervelte, hogy hogyan segíthet minket ezekkel. Ezért bármilyen problémában szenvedünk, tudjuk azt, hogy Isten velünk van, és segíteni fog minket. Köszönöm. Befejezésképpen szeretném, hogyha egy kicsit rátekintenénk a legnagyobb példaképünkre, Jézus életére. Hogy látjátok, ilyen téren Jézus milyen példát mutat számunkra? Megpróbálom. Az Úr Jézus Krisztus nem aggódott érettünk, hanem eljött hozzánk, és segített rajtunk. Maradhatott volna ugye az angyalok társaságába, Isten jelenlétébe, nem kellett volna eljönni erre a földre, és így nem tette volna ki magát annak a veszélynek, ugye, hogy az életét fel kell áldozza életünk, de ő nem ezt nézte. Az Úr Jézus Krisztus nem aggódott, nem volt elkeseredve, hanem tett, cselekedett, eljött érettünk, hogy bennünket megváltson, és az örök élet áldott reménységét adja nekünk. És ez szerintem számunkra az Úr Jézus Krisztus részéről egy követendő példa, és jó lesz, ha ezt fogadjuk meg, és mi is ezt cselekedjük. Én nagyon szépen köszönöm nektek a bátor válaszaitokat, köszönjük, hogy fogadtatok minket ezen a napon, és örülök, hogy egy csepp aggodalmat sem láttam a szemeitekben ma, hogy olyan ügyesen válaszoltatok, és bátran. Azt kívánom nektek, hogy Jézus példája bátorítson mindannyiunkat az életünk további részében is, és hogy bármilyen helyzet is jön, ne aggódjunk, hanem tartsunk ki az Úr mellett minden helyzetben. Köszönöm nektek a nyitottságotokat, a válaszaitokat, az Úr áldjon meg mindannyiunkat gazdagon és bőségesen. Köszönöm a beszélgetést. Mi is köszönjük szépen. Ábrahám, jöjj, Ábrahám, halld, mit szól Istened. Vedd azt, kit legjobban szeretsz, egyetlen egy gyermeked, és áldozd meg őt ott a hegyen, mit mutatok neked. Felkél, Ábrahám, nem késik, útra kész. Szólítja szolgáit, fiát, bár szíve oly nehéz. Tudta, az Úr volt az, aki szólt, s szeme az Úrra tekint. Egy gyermeket, egyetlen egyét, bár forrón szereti, valóra váltak benne az Úr ígéretei. És tudta, ő adta a fiút, s ő el is veheti. Harmadnapon, hogy feltekint, előtte állt a hegy. A szolgák mind itt maradjanak, csupán fiával megy. Ne lássa senki, hogyan vérzik el ő, az egyetlen egy. Atyám, a fát azt én viszem, tüzet s kést te viszel.
De hol az áldozat, mit megölj késednek Élivel? Fiam, arról az Úr majd gondot visel. Gondot visel. E drága hit tölti el szívét. E hit ragyog csillaggyanánt, mikor minden sötét. Szilárdá teszi fiát, s keze lesújtani kész. Kegyelmezd a fiadnak, Ábrahám, ne nyújtsd ki rá kezed. Most látom, hogy hű szolga vagy, s szavam parancs neked. És én az Úr megáldom azt, ki nékem engedett. Ne bántsd a fiad, ő által a magodban újra élsz. Nézd a tengerpart fövényét, a csillagokat nézd. Én mondom, így nagy nép atya lesz. Bizony az Úr gondot visel. Ó szív, tanuld ezt meg, s ha megpróbálja hitedet, ne ejts panaszt, mert ő a nehéz napokból is újabb áldást fakaszt. Amen. Az aggodalom sok helyzetben körülvesz minket. Ez az érzés társulhat félelemmel, szorongással, de vajon megéri mindezeket az érzéseket elszenvedni, amikor Isten felajánlja azt, hogy hitünk és engedelmességünk által, a szeretet által, amit Isten és egymás iránt mutatunk ki, megszabadíthat minket minden egyes aggodalomtól. Persze nem könnyű egy aggódó életstílusból egy nyugodt és bizalommal teli életstílusba átállni. De minden jel arra mutat, hogy a másodikhoz hasonló életvitel sokkal jobb, mint az első. Már csak olyan megközelítésből is, hogy az aggodalom többször ront a helyzeten, mint ahányszor segít. Emiatt fölösleges ezekben az esetekben a jelenléte. De ne essünk azért túlzásba, tanulmányozzuk folyamatosan a Bibliát, imádkozzunk rendszeresen a mi Urunkhoz, hogy ezáltal tisztán lássuk az Úr akaratát a mi életünkben. Köszönjük, hogy végighallgatták a mai beszélgetést és prédikációt. Szeretettel visszavárjuk Önöket jövő héten is, de addig minden jót kívánok a kedves nézőinknek és hallgatóinknak. A viszontlátásra! Ki a kedvenc bibliai szereplőd? Sámson az erős, vagy Salamon a bölcs, vagy inkább Dániel az alázatos?
Jézus szavai szerint lennél inkább galamb vagy kígyó? Mit teszünk akkor, amikor Jézus olyat tanít, ami nekünk nem tetszik? Tarts velünk március 8 és május 24-e között minden hétfő este 6 órától a Speranza Reménység TV-n, hogy együtt fedezzük fel azt, amire Jézus tanít.